Sziasztok, üdvözlök innen mindenki, Szigetváról. És arra fele van a vasútállomás, és itt ágazott jegykod a 54-es, hát ugye most már 954-esként emlegetjük, milyen megszűnt. A Szigetvár-Kaposvár vasútvonal, itt valahol volt a kiágazás, és gyere fele ment tovább, ezt fogom most bejárni. Elég nagy szélzajra kell számítani, mert az utóbbi negyed órában brutálisan föltámadt a szél. Olyan erősen fúj néha, hogy jön ide azért, ameddig lehet, addig megyek. Hát sajnos ugye vonatkésés miatt eleve csúszott a program, mert már úton kéne legyek egy órája. Csak hát ugye az Intercity annyit késett, hogy nem vártam a csatlakozás. Viszont éppen sietve egy buszt el tudtam érteni, mert egy órával korábban úgy tudtam lenni, mint a vonat. Úgyhogy azért is innen jöttem ebből az utcából, és nem a vasútállomásról. Tehát vasútállomásról most kimarad. Megyek egyenesen a vonalra. Itt a környéke beépült, itt a Kolozsvári utca végén már tudom majd követni, de meg majd bentről pontul jól látszik, hogy milyen évvel ágazott itt ki a vonal. Nézzétek, itt jött valahol a vasút egyébként ezen a csatornán átjött, és ez viszont nekem nagyon gyanús, hogy ez egy vasúti hívnak a maradványa. De a vonal nem itt jött, hanem már korábban átjött a másik oldalra, és itt a túloldal, tehát ez biztos nem a... Az egykori vonalé viszont egy iparvágányat csatlakozott valamit. Tehát nem tudom, meg kell nézni. Megkezdve nagyon fúj a szél megint. Most én néha feltámad, és akkor ilyen tényleg ilyen ökésszerűen. Nagyon erősen fúj. Egyébként nekünk arra kell tovább menni. Itt átezem a hídon, és ott az utca. Hát itt van egy utca, és akkor annak a túlsó végén itt ment a vasút egykor. Ezt nézzétek, korlát, kisvasút és inekből. Hát ez biztos a vonalból való, mert ezek kisvasútiak. Ilyen ránézésre 9 kilósak. De hát ugye ebből rakták ki ide ezt a gyalogúthoz a korlátot. Egyébként a vasúti töltés a túloldalt ment, de azt nem lehet követni, úgyhogy muszáj ezen az utcán végig menni. Ez lehet, hogy őrhely volt egykor. Pedig van egy pár kisvasúti betona is. És bizony itt volt egy szintbeni átjáró, és itt a spál mellett ment. Értek, és itt volt a töltés, egykor a 67-es út mellett vagyunk egyébként. Igen, mint cipő a Republikba. Egyébként ezen az úton van egy zenélő szakasz, amelyik pont ezt a Republik számot körülbelül, csak az Kaposvár után van. Ja, azzal nem fogunk találkozni, de egyébként itt errefele nem tovább, és itt követte a 67-es utat. Egy következő megállói. Én is ezt fogom tenni, amennyire lehetséges. Mellett kell menni. Egyébként tervek voltak arra, hogy bicikliút épül a vasútvonal helyére, de ezen a szakaszon még nem épült meg. A Kaposvártól lefele viszont már vannak szakaszok, ahol elkészült. Köszönöm, az alma melléki eljutás az nem lesz ma meg, itt az időveszteségek miatt. Viszont Szent Lászlóig, attól a vasúti múzeum is van, addig szeretnék eljutni. Hát itt majd hal az út mellett kell követni. Hát szerintem ez lehetett itt a töltés, nézzétek csak. Így itt jobban látszik. Szerintem ez volt az egykori vasútvonal. Ilyen mellettünk pedig a közút. Hát ameddig lehet, itt megyek mellette. És nagyon föltámadt a szél, ennek megfordulok át, hogy így jobban hallatszik, mert borzasztó szélzaj lehet a videón. Na, most meg abba hagyta. Ez már egy ilyen hülye időjárás van. Na és ezt nézzétek, itt egy szelvénykő. Kettessel. Ez szinte biztos, hogy a vasúté volt. 2 kilométerre vagyunk Szigetvárról, és az nagyjából reális is, hogy az állomástól. Itt a kiágazástól 2 kilométer. És ez egy török hadisír, meg állom, az pedig 1 kilométerrel van arrébb, úgyhogy hamarosan odáig is elérünk. És egyébként ott fog elkanyarodni az úttól a vasút. És még mindig itt vagyunk a töltésen. Mellettünk a 67-es út. És túl végtörök sír lesz a következő megálló. Ami egyébként feltételes megálló volt már korábban is. Vagyis hát inkább időszakos, mert csak a búcsú idejére álltak meg a vonatok. De majd ha odaérek, akkor majd meg tudom ezt is mutatni. Jó, közben a forkán elejű szél megint beindult. Egyébként nem semmi oldalszél van.
Nézzétek meg a fákat is, hogy... Hát látjátok, ez a töltés. Hát ez nem hiszem, hogy a vasúthoz tartozott ez a betonkarú. Az van ráírva, hogy KS20. De ez itt az egykori töltés. És mellé épült a 67-es út. Nézzétek, itt van a töltés, itt egy picivel jobban járható. És közelítünk az egykori időszakos megállóhoz. Itt lesz mindjárt az úton a lekanyarodó sáv, ott szerintem valahol a Véda után. És bizony itt volt a vasútvonal az úttól, errefele. Hát, na most szélzajos lesz az biztos. Itt van a Magyar-Török Barátság Park, és bizony itt volt a megálló. Időszakos, na most alállt a szél, jól van, mehetünk. Itt vagyok közben a Magyar-Török Parkba, vagy a Magyar-Török Barátság Parkba. Egyébként nem rossz hely, van kérdés, meg van ott egy Szulajmán, ezért volt én is csak. Ma majd megpróbálom megmutatni, de most olyan erős szél van, hogy csak egy háttal a szélnek tudok rendesen videózni. Különben biztos, hogy a szélzaj bekavarna. Hirtelen nagyon föltámadt, most orkán erejű szél van. De körbe járom itt a parkot, aztán megyek tovább. Mert így innen nyílt el, mert itt most nagyon fúj. Nem semmi. Nem is tudom, volt-e már ilyen erős szél. Mióta így vonalba járok. Nem emlékszem még a sorlóra, ez nem semmi. Szulajmánnak az emlékhelye. Igen, valószínűleg a szigetvári ostromban halt meg Szulajmán szultán. Az ő emlékére állították ezt a parkot is. Hát igen, most nappal szembe, de csak így lehet rendesen videózni most ebben a nagy szélbe. Szulajmán és Zrínyi Miklós. És akkor így néz ki a park. Itt jött valahol a vasútvonal, és itt volt a megállóhely, Túrbék török sír néven, de már 1924 óta úgymond időszakos megállóhely, csak amikor búcsú volt, akkor álltak itt meg a vonatok. Egyébként 1996-ban épült ide ez a Magyar-Török Barátság Park. Gondolom a szigetvári csatahelyszíne lehetett itt, és annak állít. És hát annak is állít emléket, hogy itt halt meg Szulajmán is, tehát neki is van itt létemlékhelye. Vagy Zrínyi Miklósnak is. Hát itt menjünk tovább, és körülbelül egy kilométer múlva lesz Csertő, ami már egy tényleges állomás volt, úgy tudom, elékvágánnyal is. És ha minden igaz, még az épület megvan. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire tudom itt követni. Egyébként itt volt a töltés, itt kéne mennünk, de hát itt nyeresen átvágva. És megint feltámadt a szél, hogy rohadjon meg, de mindegy, akkor most tolatva megyek, és akkor így beszélek mindig, mert különben a szélzajtól szerintem semmit nem hallanátok. Rég mentem már akkor a szélbe, sőt szerintem akkor a szélbe még nem is kellett. Időnként durvul be nagyon, de akkor tényleg, akkor nagyon erősen fúj. Ilyen hatalmas széllökések vannak. És itt vagyunk a töltésen. Hamarosan Csertő megállóhely jön. Hát itt egy picit már nehezebb a telep. És itt vagyunk a töltésen. És Csertő állomás itt van. Minden igaz, még az épület is megvan itt a sorsásban. Nézzétek, ennyi maradt, ott volt az egykori melléképület. És valószínűleg kicsit arré van az őrház, ami megmaradt belőle. És itt van. Ez volt az egykori állomás épület. És itt van a vágányok felőli oldalt, és tudom, hogy ez nem is állomás volt, csak megálló rakodó hely, ha jól emlékszem. Vagy a fentőpontunk jól lehet a vágány rajzot is látni, hogy azt hiszem, hogy egy rakodó vágány volt, mert ugye itt jött a... Itt pont szembe, itt jöttek a sinek, és azt hiszem itt mellette volt még egy kitérő vágány. Megnézem az épületet is, hát ha... Ezt nézzétek.
konyha, és egy villanybojlár. És megvalósít. Valószínűleg már áthalakított. Ah, és ez volt a filtérszoba. Hát tudni ki meg az zuhanyzó meg van. Igen, ez nem az eredeti állapotú. Ez az épület, ez nyilván áthalakították. Hát ugye ilyen bútor sem volt egy mávos házba. De már az is látszik, hogy lakatlan. De be volt vezetve a villany is. És itt van egy melléképület, hát... De ebben nem megyek bele. Ez volt az utca front, ez bizony. Itt van a horgásztó, ott volt a csertői épület, és a sinek amúgy így jöttek. De így nyomom az útjelölő keresztül a tavon, mert a tópartján ment egykor a vágán, csak akkoriban, amikor megszüntették a vasutat, még kisebb volt a tó. Azóta ugye terjeszkedett, nagyobb lett, és így most úgy tűnik, mintha a tóba ment volna a vágány, de ez nem így van, itt mellette ment. Úgyhogy hát én is azt tudom most csinálni, hogy megkerülöm a tavat. Ráadásul magánterület körbe is van kerítve, úgyhogy itt a kerítés mellett megpróbálok elmenni. Jobb ötletem nincsen. Hát itt is valamit itt lebontottam, de szerintem ennek semmi köze a vasúthoz. Vasút. De nem, hanem ez a tó, ez jóval kisebb volt akkoriban. Tehát hát igen, itt mellette tudok elmenni. Aztán majd visszajutunk a 67-es út mellé. És közben megint föltámadt a szél. Na, és itt vagyunk az egykori töltésen. És errefele tovább. És hamarosan visszaérünk a 67-es út mellé. És hamarosan sikerül elhagyni a tavat. Egyébként valahol megközelítőleg itt ment egyébként a zselisztis hőgő, ahogy akkoriban hívták ezt a Kaposvár-Szigetvári vasútvonalon közlekedő vonatokat. És igen, az utolsó vonat 1976. december 31-én ment el, a vonalat pedig 1900-ban nyitották meg. Viszont mosolú majd mosgó Szulimán állomáshoz érkezni hamarosan, ami szerepet kapott a Kisváros című egyik sorozatban is, az egyik ilyen vasúti témájú jelenetet ott forgatták. Valamint, mondjuk Alma melléki szerintem sem fog eljutni, de az Alma melléki állomások forgatták a kihajolni veszélyes filmet. Ja, megfordulok hát, ha így nem lesz akkor a szélzaj. És az érdekesség, hogy az 1977-ben volt a forgatás Alma melléken, és akkor már a vonalat bezárták, de a zsideket még nem szedték fel Alma melléknél. És emiatt, ugye le tudták forgatni, viszont előtte tilitoliztak az összes mellékvágányon, meg persze az átmenőn is, egy jó pár szó, hogy a sinek fényesek legyenek. Ezt nézzétek, egy kilométer, tehát az egykori vasúti töltésen vagyunk, tehát lehet, hogy ez egy szervénykő volt. Mosgó Szulimán fele, itt megy tovább a töltés, és valahol itt biztos volt egy híd is, ugye ezen a csatornán valahogy átment a vasút, de hát arról meg semmi nyom nincsen. És itt errefele se lehet már követni, úgyhogy most kénytelen vagyok ide kivenni a 67-es útra, viszont itt lesz majd az állomás épülete is. Na, csak most ne jöjjön semmi, ameddig itt átmegyek, mert itt nincs hova félre húzódni, na itt már van. Na, pont jókor jött, igen, itt már félre lehet húzódni. És akkor irány tovább. Mosgó Szulimán fele. Itt jött valahol a vasút, és ez lesz itt a töltés, és itt voltak a vágányok. Itt lesz mindjárt az állomás épület. Na és ezt nézzétek, itt van az állomás épület. Láthatólag lakott ott állatok mászkálnak. És itt voltak a vágányok. És bizony 1998-ban egy Kisváros epizódot itt forgattak. Ez onnan lehet ismerős. Hát... ameddig lehet, megyek. Aztán majd még az utcafrontot tudom megnézni. Akkor itt van a Mosgó Szulimáni vasútállomása a frontról. És van még arra fel egy olyan ház, ha még nem töltött be. Megkeresem majd. És itt van egy melléképületes, ami az állomáshoz tartozott. Ezek még elmegyek.
de a másik az olyan a márkányok felüli oldal még előtt. Itt valahol még volt egy olyan ház, annyit megtudtam. Egyik erről láttam is a fentről.hu képet, de azt még az állomás épületben lakók sem tudták megmondani, hogy összedőlte már, vagy megvan. De emlékeznek rá, és azt mondta, tudják, hogy a lakott volt az a zöld ház, de már évek óta meghaltozott lakó, és azóta évesen áll. Hát lehet, hogy már lebontották, vagy összedőlt. De ha megvan, akkor valahol itt lesz. Látjátok, itt van még egy betongyám, tehát itt a távíró vezetékek itt mentek. Tehát ha más nem, akkor ez is mutatja, hogy bizony itt ment a vasút. Innen jött valahonnan a vasút, és itt keresztezte a 67-es utat, és így ment tovább átlósan. Hát követni most nem tudom. Puszáj az úton menjek. Valahol elfele jöttek a sinek, pontosabban inkább az épület mögött, és ez itt a Szulimáni épület. Alaposan átalakít, ha nem nagyon emlékeztek már az egykori kinézetére. Teljesen felújítva, de ez volt az. Na, ezt nézzétek. Itt van. Másik oldalról nem tudom megnézni, mert az ugye magánterület. És az ott a távolban már a Szent Lászlói állomás épület, és valahol itt jöttek a vágányok. Sajnos nyoma már nincsen, de a Vasúti Múzeumhoz remélem meg tudom nézni, ami ide van rendezve. Az volt a vágányok felőli oldal. Ez pedig itt az utcafront. A Szabadkán elejű szél ismét föltámadt. Pedig ez már az illegyenes. Azt nézi, ott egy fénysorompó, meg egy vasbakter, és egy vízdalú. Sőt, két vízdalú is van. Van egy sílekocsi. Már is megért eljönni. Vasúti lámpák. És itt van egy fajtány. Meg néhány távlicsegő. És ezek egyébként működnek is. Vasúti lámpák, táblecsegők. Az egyébként egy háború közbeni, ez a 40-es évek elejé. Vasúti térkép, még rengeteg vonal rajta van, és itt van egy dominó. B55-ös, egy pénztár. És még egy-két telefon. Meg a vasúti lámpák. Nem kellett volna megnyomni. Ja. Na. Felhívónak érkezik a Szigetvár felhőlött első vágányra. Kérjük a vágány mellett vigyázzanak. Kérjük kedves látogatóink figyelmét, hogy az állomásunkon ingyenesen látogatható vasút történeti kiállító hely létesült. Az előbb lemaradt az eleje. Mihály állomás főnököt.
Kedves látogatóink, a gyűjtemény és a kiállítás gyarapításához elfogadunk tárgyi eszközöket, vasúti relikviákat. Minden adományt, felajánlást köszönettel fogadunk, főleg a pálinkát. Szent László, Szent László állomás, köszöntjük kedves utasainkat! Látogatásokat köszönjük, várjuk Önöket máskor is! Itt vagyunk Szent László fordulóba. Elvileg pár perc, és itt van a busz, amivel el tudok menni Szigetvárig, onnan pedig már vonnak talhaza. Úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna. Akkor sikerült a Szent Lászlói ilyen vasúti kiállítást is megnézni. És hát ez a vonalbejárás akkor az eddig tartott, majd legközelebb, hogyha jövök, akkor az a Kaposvárról fogok indulni, és akkor már csak eddig kell jönni. És egyébként még mindig borzalmasan nagy szél van. De hát innen már minden, csak a buszra szálljak föl. Meg lehetőleg azért akkor ne legyen, hogy a felső vezetéket is átrendezzem, mert akkor soha nem jutok haza. Most ezt nézzétek, hoppá, így, hogy itt volt a régi megálló tábla, és a peron széléről áttették oda a földbe. Hát akkor ezzel búcsúzok is innen, és hát nem mindig ott van. Itt van egy tó, itt a hát és egy-két arra ment a vasútvonal valahogy tovább. És így alma mellék meg arra van, tehát így elfele kanyargott majd. De hát az majd egy következő vonalbejárás témája lesz, egyébként ott a tábla, hogy alma mellék erre, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!